Magyar katonák érkeztek a Horgos és Röszke közötti határátkelő közelébe. A rendfenntartó erők a fizikai határzár mentén állomásoznak. Egy új törvény értelmében, aki illegálisan próbál Magyarországra szökni, és 8 kilométerre a határövezettől fogják el, azt visszatoloncolhatják, és kitilthatják az országból. A migránsok a tikkasztó hőség ellenére is türelmesen várják, hogy az Európai Unió területére juthassanak. Van, aki fából és pokrócból tákolt sátrakban hűsöl, a többiek élelmiszercsomagért állnak sorba. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt munkatársai levest osztottak a kánikulában veszteglő bevándorlóknak. Ahmed egy hete érkezett a két átlépő közé, békésen vár. Tudja, hogy akkor sem jut át előbb, ha türelmetlen. Addig rostokol, amíg csak kell. Abban bízik, hogy 5 nap múlva már továbbállhat. Állítása szerint Afganisztánban az amerikai kormánynak dolgozott, azt mondja, azért hagyta a szülőhazáját, mert a terroristák megfenyegették. I'm here at 7 days ago, and I was talking that to them with the UNHCR that they were, there's a guy who's in charge listing people, those who getting inside hungry. So I told him no, he's not here at the moment. He's at the market. And what are you waiting for? How many days are you willing to wait here if they don't let you tomorrow or the next day to Hungary? Oh, assets on the list. Maybe I should wait more 5 days so that I get in. Nasir arra panaszkodik, hogy naponta csak egyetlen egyedülálló férfit engednek át. Úgy tudja, hogy a magyar hatóságok a családosokat részesítik előnyben. 30%, 12%, 40%, 15% go to Hungary. But Hungary say single person every day one. But 2 day, 3 day no single person enter. Today no single. Yesterday one single. A kis Idomenének is becézett táborban hétfőn mintegy 300-an időztek. Mindenki azt várja, hogy tovább mehessen az Unió területére.